A szerb államfő a horvát-szerb gazdasági fórumon kijelentette, Szerbia szívesen látja a horvát befektetőket az elkövetkező időszakban. Szavai szerint kereskedelmi és infrastruktúrális szempontból is fejleszteni kell az együttműködést. Elmondta, azzal, hogy a politikai kapcsolatok javulnak, a gazdasági együttműködés is szorosabbá válhat. Például csökkenhet a teherforgalommal kapcsolatos bürokrácia. Za sve nas je region od izuzetnog značaja. Jedino gde mislim da imamo podcenjene brojeve jedni i drugi, to su u našoj međusobnoj trgovini. Dakle, mislim da Srbija i Hrvatska mogu da idu do brojeva većih od preko 2 milijarde i to bez ikakvih problema, da je za to bilo potrebno samo malo više naše pažnje, naše želje da probleme rešavamo i da jedni druge čujemo i da jedni druge saslušamo. Kolinda Grabár-Kitárovics is felszólalt a fórumon, leszögezte a két ország gazdasági szereplői közötti együttműködést minden lehető módon fejleszteni kell. Szavai szerint mind a szerb, mind pedig a horvát nép profitálni tudna abból, ha a két ország gazdasági kapcsolata még magasabb szintre emelkedne. Napredak u političkim odnosima između Hrvatske i Srbije važan je za naša gospodarstva i može pomoći jačanju naših odnosa u području trgovine, ulaganja i turizma. Na svaki mogući način treba olakšati suradnju između naših dviju država i razumljivo između naših poslovnih zajednica. A horvát gazdasági kamara vezetője az eseményen bejelentette, hogy a következő hónapban a kamara megnyitja majd belgrádi irodáját, ezzel is segítve a gazdasági együttműködést.